Így a csíp és térdizeti protézis műtéteknél már gyakorlatilag robottal operálunk. A BMM orvosa, dr. Bejek Zoltán, aki már 22 éve kutatja, fejleszti, figyeli azt, hogy mi történik a világban a robottechnikával. Azt tudjuk mondani, hogy az ő kutatásai alapján, hogy a legfejlettebb robot az a Cori robot, amit a Smith & Few cég gyárt. Azért a legjobb és a legmodernebb, mert ugye képes arra, hogy a műtét alatt egy háromdimenziós rekonstrukciót hajtson végre gyakorlatilag a betegnek a végtagjáról, az izületéről, és ahhoz tudjuk pontosan, 10 milliméter pontosan ugye ráhelyezni magát az implantátumot, megtervezni, hogy hogy álljon, és nagyon fontos ez, hogy egyére szabottan. És ezen felül még ugye a lágyrészbalanszt is, tehát a lágyrész egyensúlyt is be tudjuk állítani, és létrehozunk egy olyan tervet a műtőasztalon, amely segítségével pontosan úgy áll az a protézis benne a betegben, ahogy mi szeretnénk, akkor a robot segítségével, ami egy nagyon pontos kéziműszer, valóban 10 mm pontosságú, gyakorlatilag ezzel a tervet, amit mi létrehoztunk ugye a műtétnek a kezdeti szakaszában, nagyon pontosan meg tudjuk valósítani, sőt, ugye még hogy biztosak legyünk ebben, a műtét végén le is tudjuk ellenőrizni. Ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy mi volt a terv és mi lett a végeredmény. És döbbenetes, mert pont ugyanaz a végeredmény, ami a terv volt. Ezek a robottechnikával végzett műtétek sokkal-sokkal jobb eredményeket hoznak, és ez a pacienseink megelégedését szolgálják.